Aki egyszer belekóstolt a tengerbe, nehezen felejti el az ízét. 2003 nyarán immár hagyományépítő szándékkal a Sherin Kft. Újra hajós túrát szervezett a napfényes Adriára. Már az előző évi út is sikeres volt, így természetessé vált a folytatás. Az észak-magyarországi régió vezető szülészei és rokonaik kaptak meghívást a hajóra, hogy aktív pihenéssel oldják fel a napi munka feszültségét, a stresszes helyzeteket, a fáradtságot. A lelkes csoport 1200 kilométernyi autózás-motorozás után szombat délutánra verbúválódott össze a lenyűgöző méretű zadari kikötőben. Kevéske tanakodás után mindenki elhelyezkedett a Primorak nevű hajón, majd elindultunk Vodice felé. Néhány perc múlva egyformán csillogtak a tenger hullámai és a hűtött sörös dobozok. Később a szemünk is hasonló formát vett fel. A hajó a habokat hasította, mi pedig parádés vacsoránkat szeletelhettük. Miután leküzdöttük a hosszú szárazföldi út által okozott dehidratált állapotunkat, este 11-re a hangulat az eget verte. A Sherin Kft. Aktív pihenést ígért, és ez már aznap este valóra vált. Besörözött fejjel találós kérdéseket kellett megfejtenünk. A legnehezebb kérdés pedig ez volt. Hol lehetünk most? Erre még a hajó hasonló állapotban lévő kapitánya sem tudta a pontos választ. A Primorakon ugyanis nem volt más navigációs eszköz, mint egy ütött-kopott kompasz, meg egy térkép. Ez utóbbiról sem tudta senki, hogy hol lehet. Másnap reggel derült csak ki, hogy körbe-körbe jártunk a Vodice vizein. Aztán persze megnéztük a várost, majd megfürödtünk a világ szép Krka vízesés alatt. Kissé bizonytalannak éreztük magunkat, mert a hajószakács a hajózsinassal együtt a szemünk láttára rajtaütésszerűen szökött meg a hajóról. Az enyhén csempész kinézetű kapitány azonban nem jött zavarba. Piszkos Fred magabiztosságával fél óra alatt pótolta az elvesztett legénységet. Az alkonyat már Primosten kikötőjében ért bennünket, és a pesszimista vélemények ellenére vacsorát is kaptunk. Az éjszakát az előző nap megkezdett hagyományokhoz híven vészeltük át, és a korábban működésképtelen toalett is megjavult. Szinte teljes komfortérzéssel hajóztuk körbe másnap Solta, Huar és Brács szigeteit. A nap csúcspontjának viszont Split városa bizonyult. Csak tátottuk a szánkat Diocletianus palotájának láttán, igaz a nagy hőségtől a szánk kiszáradt és sörrel kellett öblögetni. Ekkorra már egészen megszoktuk a hajón tapasztalt körülményeket. Mindenki rájött, hogy a fedélzeten vagy a hajótestben szeret jobban aludni, így másnap viszonylag friss fejjel vágtunk neki a tengernek. Időnként megálltunk egy strandolásra alkalmas partszakaszon. Rendszeresen meglepetésként tárultak elénk az eldugott kis öblök és a bennük megbúvó, fehérre meszelt házakból álló falvak. Az Adria igazi arcát láthattuk ezen az úton. A kék vizet, a cikrázó eget, a vendégszeretetet, és nem utolsó sorban az igazi európai kulturáltságot. A következő délelőtt Zlarin, Caprije, majd Tribunje kikötője várt minket. A csapat már igazi tengerészként viselkedett, csak néhányan nem bírtak háborgó gyomrukkal. Lehet, hogy nekik kevés volt az unikum készlet. Sajnos minden kirándulásnak vége szakad, így itt is elérkezett az utolsó nap.
Biográdban még elfogyasztottunk minden ehető és iható anyagot, majd fájó szívvel visszatértünk anyakikötőnkbe, Zadarba. Horvátul ugyan nem tanultunk meg, azt viszont már tudjuk, hogy az Adria jövőre is visszavár.